Sziasztok, köszönöm szépen, hogy újra itt vagytok. Akivel még nem találkoztam, annak hello, Rebeka vagyok. Minden héten csütörtökön, illetve vasárnap láthattok tőlem videókat, főképp beauty, szépségápolás, lelkizős, lifestyle és hasonló jellegű témakörökben, úgyhogy érdemes velünk tartani. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és vágjunk is bele a mai témába. A mai témánk, bár szerintem rendkívül elterjedt, hiszen a fiatal felnőttek nagyjából 50%-át érinti, még sincs róla annyi információ neten, vagy nem találtam róla annyi videót, mint egyébként szerettem volna, mert amikor először felfedeztem magamon ezt a problémát, akkor nem tudtam, hogy hogy induljak el a kezelés útján, ez normális-e, hány embernek van, ciki, nem ciki, hogy lehet ezt az állapotot javítani, esetleg megszüntetni, szóval semmilyen infón nem volt, és a net sem volt akkor még tele ennyi információ, még, mint például most, de azt gondolom, hogy most is beszélnünk kell róla, hogy minél több emberhez eljusson ez a téma, ami nem más, mint a KP, vagyis a keratosis pilaris. Ha esetleg ez alapján nem ugrott volna be, hogy miről beszélek, akkor általában, hogyha láttatok már olyan embereket, vagy magatokon tapasztaltátok, hogy egy picit a főleg felkaron, esetleg combon, néha popsin, vagy az arcnak ezen a területén, tehát hogy egy picit ilyen érdesabb bőr, pici ilyen tudorok vannak rajta, esetleg látok egy kis pirosságot, de itt nem az ekcémáról beszélünk konkrétan, nem pattanásokról, vagy miteszerekről beszélünk, és nem egyéb más dolgokról, hanem kifejezetten ez az érdes, picit durva, úgymond grízes bőr, nem még chicken skinnek is hívják. Szerintem így már mindenkinek beugrott, hogy nagyjából miről beszélek. Na és hát ezzel a problémával küzdök már én is nagyjából tini korom óta, és nagyon sokat kutattam, kerestem válaszok után, hogy ez miért van, hogy lehet és hogyan lehet megszüntetni, úgyhogy ennek fogunk utána járni ebben a videóban. Nagyon érdekes, hogy bár most a 21. században rengeteg innováció van, rengeteg gyógyszert, gyógymódot fedeznek fel, viszont a keratosis pilaris fontos okát sajnos nem tudják. Mondják azt sokan, hogy genetikailag öröklődő, tehát akinek mondjuk a szülei, nagyszülei ezzel küzdöttek, vagy esetleg mondjuk ekcémára hajlamos a bőrük, vagy mondjuk asztmások, vagy például mondják azt, hogyha valakinek ilyen nagyon száraz és húzódó a bőre, tehát az ilyen családokban gyakrabban előfordul, de igazából erről sincs ilyen konkrét bizonyíték, hogy akkor te most fixen keratosis pilarisos leszel, sajnos nem tudják. Van, aki azt mondja, és én is itt megemlíteném azt, hogy mindig, hogyha egy külső tényezőről beszélünk, akár arcon kiütések, hajdolgok, körömtöredezés, bármi. Tehát először én azt javaslom, hogy mindig belülről keressük meg a válaszokat, illetve onnan kezdjük a történetet. Nagyon sokan mondják azt, hogy a keratosis pilaris, amellett, hogy lehet, hogy genetikailag öröklődő, lehet, hogy nem is ettől van, hanem attól, hogy mondjuk valakinek valamilyen érzékenysége van, gluténérzékenység, laktózintolerancia, tejfehérje, vagy hogyha így együttesen beszélünk mondjuk így a gyomrok, a belek állapotáról, akkor lehet, hogy maga az emésztőrendszerünk nem megfelelő, vagy valamire allergiás, de mindegy, ezzel csak azt akarom mondani, hogy az is közrejátszhat nagyon sok esetben, hogy akinek keratosis pilarisze van, az vagy gluténérzékeny, vagy pedig valami ilyen jellegű korábban említett problémája van. Szóval azt javaslom, hogyha ilyennel találkozol magadon, akkor először mindenképpen keresd fel egy bőrgyógyászt, gasztroenterológust, én endokrinológust is mondanék, illetve nyomozz utána egy kicsit az interneten, vagy ismerősödél kérdez körbe, hogy orvosügyileg, belsőleg kit ajánlanak. Na de hogy pontosan így hogy is néz ki, vagy hogyan alakul ki, ugye ezt korábban már mondtam, hogy nagyon sok embernél megfigyelhető, főként az ilyen tinédzsereknél, fiatal felnőtteknél, tehát én is, amikor szerintem nekem először elkezdődött, akkor ilyen 14 éves kor körül lehettem, és azért ilyen kis pöttyös a kar, vagy a legtöbb esetben arról beszélünk, hogy a szőrtűszőknél, tehát azért ilyen pontos, hogy azokban a pici pontokban valamiért ez a bőr megújulási folyamat lelassul, vagy nem működik megfelelően, és ott így bereked igazából ez a keratinos rész, így egy ilyen kis dugacsot képez, és kvázi ez nem tud onnan szépen kiürülni, és ezért mondjuk lép fel egy akár gyulladás is, tehát ezért van, hogy mondjuk piros körülötte a terület, illetve ezért vannak ezek a kis bámpok is a bőrön. Akkor térjünk ki arra is, hogy hogyan lehet kezelni.
kettő fontos dolgot szögeznék le most így a videóval kapcsolatban. Az egyik az, hogy sajnos olyan nincs, hogy egy csodaszer, ami egy csapásra megszünteti az egészet, nincs ilyen krém, szérum, kezelés, tehát semmi. Ez egy olyan dolog, legalábbis most itt tart a tudomány, vagy a számomra rendelkezésre álló információk, amivel általában napra kész vagyok. Tehát, hogy jelenleg itt tartunk. Amit tudsz ezzel csinálni, az az, hogy kordában tartod, figyelsz nagyon rá, és folyamatos kezelést igényel, és akkor úgymond szép és esztétikus lesz a bőröd, de hogy tényleg folyamatosan oda kell rá figyelni. A másik dolog pedig az, hogy nyugodtan írjátok be ide YouTube-ra, Google-be bármi, hogy milyen kencéket ajánlanak rá, milyen termékeket ajánlanak még rá, olvassatok el mindenféle cikket, én is elolvastam, amikor így kialakítottam az én kis szép rutinomat ezzel kapcsolatban. Viszont ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy én személy szerint miket használok, nekem mi segített, és van-e ebben egy-kettő olyan, majd jelezni fogom, hogy mi, ami úgymond ellent mond így a standardeknek, de nekem mégis használt. Szóval ezt a videót úgy nézzétek, hogy ez így nekem feküdt, meg jó, de szerintem az olyan, hogy mindenkinek ki kell tapasztalni, hogy melyik az a termék, vagy hatóanyag, ami számára a legmegfelelőbb. De akkor vágjunk is bele. Az első és legfontosabb dolog az, hogy én úgy fogalmaznám meg, hogy nem csak egy terméket vagy dolgot kell használni, vagy folyamatosan csinálni, hanem egy kombinációt. Tehát itt több dologról beszélünk, viszont az alapja mindennek a megfelelő és a rendszeres hámlasztás. A hámlasztás alatt kémiai hámlasztást értek, amit nem vagyok egy ilyen nagy bőrápoló expert, vagy hogy így mindent kívülről vágjak, de a lényeg, vagy amit ezzel kapcsolatban én is megtanultam, hogy vannak a BHA, illetve az AHA savas készítmények, amik segítenek a bőr megújulásában, segítik az ilyen folyamatokat. Nyilván utána lehetne nézni, hogy konkrétan melyik sav hogyan és mire jó, amit tudnotok kell, vagy amit én is így leszűrtem, és számomra fontos és lényegi információ volt az, hogy a BHA savas készítmények azok, amik inkább egy kicsit így jobban leásnak a bőr mélyebb rétegeibe, és kvázi ott hatnak, ahol kialakul ez a keratin feltorlódás, dugacsolódás, tehát a BHA savas cuccok ott hatnak, és amellett, hogy ott segítik ezeket a megújulási folyamatokat, hogy ott ne rekedjen meg és gyulladjon be a keratin, vagy a távozni kívánó anyagok, amellett van egy nagyon jó kis gyulladás csökkentő hatása, tehát észrevehetően csökken a pirossága is a bőrödnek, hogyha BHA tartalmú készítményt használsz. Emellett vannak az AHA savak, azt inkább úgy fogalmaznám meg, nyilván még ezer egy különböző, vagy különbség van a kettő dolog között, de azok inkább a bőr felső rétegén, tehát inkább jobban felületileg hatnak, és ott helyileg. Ezek is nagyon hatásosak, viszont azt gondolom, hogy meg kell találni a megfelelő kombinációt. Én nem esküszöm se az egyikre, se a másikra, én a kettőnek a kombinációjában hiszek, és én is ilyen készítményeket használok. Írni fogok az infoboxban, vagy most már lent van egy nagy csomó, mindig rám szólnak, hogy ilyen szó nincs, hogy nagy csomó, én valamiért mégis használom, és nagyon szeretem. Tehát leírok különböző dolgokat, vagy belinkelek, amiket nagyon sok helyen ajánlottak és használtak, ajánlottak, használtak és bevált embereknek így a világon. Van ezek közül olyan, amit én egyetlen nem használtam, de belinkelem, hogy nézzetek utána, nézzétek meg, review videóban bármi, hát ha nektek valami más termék lesz az, ami megfelelő. Viszont én akkor meg is mutatnám nektek, hogy mi az én ezzel kapcsolatos rutinom, mi az, ami nekem bevált, de megmutatom először a karomat, hogy most milyen állapotban van. Hát nem tudom, várjátok, hogy így mennyire látjátok. Tehát most annyira vészes állapotban úgymond nincsen, de azért itt van egy-két pötty, ami jobban látszik, és hát valóban olyan, hogyha nem figyelek rá oda, akkor bepirosodik, picit durvábbak ezek a pöttyök, viszont hogyha rendszeresen karban tartom, akkor látványban szinte észre sem vehető max tapintása. Na de mondom, hogy én miket használok, várjátok. Kezdeném is a tusolással, tehát már tusfürdő tekintetében is olyat használok, ami a keratosis pilarisra van, illetve úgy szoktam csinálni, hogy mondjuk ha végeztem a tusolással, vagy végzek a tusolással, akkor ugye egy normális tusfürdővel, amit egyébként is használok, tehát hogy betusfürdőzöm magam, ne értitek, viszont a felkaromra ezt használom.
igazából az oka, hogy miért ezt a fajta tusológiát rendeltem, az az, hogy néztem egy csomó review videót, meg cikket, és ezt nagyon sokan ajánlották. Ez kifejezetten keratoszis pilarisra van, meg ilyen durva bőrre, és még arcon található aknéra is jó, és írja, hogy redukálja a feltűnését a pirosságnak, meg az ilyen kis bumpoknak, hogy mondjak, ezt ilyen kis pöttyöknek. Tehát ezt szoktam használni, és ami most jön egy ilyen tiltólistás dolog, amit nagyon sokan írtak, hogy tiltólistás, hogy ne csináljunk olyat, hogy dörzsöljük, tehát hogy bőrradírozzuk a bőrünket, mert hogy nagyon sok esetben plusz irritációt válthatunk ki, még jobban piros lesz a bőr, még irritáltabb, és nem lesz olyan jó az összképe. Na hát én próbáltam úgy is, hogy nem nyúltam hozzá, és próbáltam úgy is, hogy folyamatosan úgymond radíroztam a bőrömet, és nekem ez jött be. Tehát van olyan, hogy szoktam még a Hello Buddy-s kávés dörzsimmel is dörzsölgetni a karomat, viszont most sokkal jobb nekem ez a kis luffa szivacs, valamint ez a tusfürgő, amit ugye erre használok, és úgy szoktam, hogy ezzel bedörzsölöm csak a felkaromat, egy picit hagyom rajta hatni, és akkor utána ezzel egy, most nem látjátok, de ez egy ilyen dörzsisebb szivacs, és ezzel így jól átdörzsölöm, és ez egy picit úgy lekapírgatja a felső elhalt hámsejteket. Tehát mondom azt, hogy ezt próbáljátok ki, hogy nektek működik-e, nekem nagyon bevált, tehát látom a különbséget, hogy mi van, ha ezt csinálom, és mi van, ha nem, és nekem nagyon sokat segít. Lehet, hogy másnál ez belobbantja, próbáljátok ki. Ja, bocs, ezt nem tudom, hogy mondtam-e az előbb, de hogy ez egy kombinált hatóanyagú készülék. Jó, hogy nem elektromos, na mindegy, tehát lényeg, a lényeg ebben van BHA, meg AHA sav is, tehát együttes erővel segíti, hogy jobban nézzél ki. Aztán, hogyha kijöttem a tusolóból, az első dolog, amihez nyúlok, az ez az Ordinary szérum, vagy készítmény, nem is tudom, hogy hogy mondjam. Ez egy 7%-os glikolsav, és 3,6-os, ugye? Igen, 3,6-os a pH-ja. Ezt szoktam úgy használni, hogy egy picit, hát vattakoranggal kéne felvinni, de én tudjátok, hogy amit így lehet, skippelek a vattakorong tekintetében, mert tök fölöslegesen szívja föl. Tehát a kezembe öntök egy picit ebből a savból, és szépen bekenem vele a felkaromat. Megvárom, hogy ez megszáradjon, és utána jöhet rá a krém, amit mindjárt mutatok. Az viszont nagyon fontos, hogyha ilyen kémiai hámlasztót használtok, ami egyébként ugye már a tusolóban, vagy a tusfürdőben is megtalálható, valamint ebben is elég magas számban. Nagyon figyeljetek a fényvédelemre. Ezért is fontos, hogy ezeket a készítményeket főleg este használjátok, mert utána a nyugalmi állapotban fénymentesen van a bőrötök, de hogyha például nyáron használjátok és trikóban flangálnátok, mindenképpen használjátok fényvédőt, ez minden esetben igaz, hogyha kémiai hámlasztót használtok, amennyire tudjátok, kerüljétek a napot. Ha megvagyunk a kémiai hámlasztóval, akkor utána is megszárad, akkor egy picit be kell táplálnunk, hidratálnunk a bőrünket, viszont ezt is tegyük olyan anyagokkal, amik mondjuk segítik ugye ennek a keratoszis pilaris folyamatnak a helyre jövetelét, vagy hogy is mondjam, szinten tartását. Amit én most használok, ez a CeraVe testápoló, és ez kifejezetten erre az ugyanúgy bumpy skinnek, tehát ilyen kis bogyós és durva bőrre van kifejlesztve. Ebben is szalicilsav található, D-vitamin és egyéb hatóanyagok. Megmondom őszintén, hogy szeretem, de hogy ebben akkora hatást így nem tapasztaltam, mint mondjuk az ordinárissal. Ne külön használjátok, tehát mindenképpen együtt, de ehelyett lehet, hogy még fogok nézni pár dolgot. Nagyon sokat láttam, hogy ajánlották a Paula's Choice termékeket testápolók tekintetében, tehát majd ezt is meg fogom nézni. Én ezt használom, tehát mondom így, nincs vele konkrétan semmilyen problémám, csak lehet, hogy ennél van hatékonyabb is. És ha már erről beszélünk, akkor megrendeltem ugyanennek a testápolóját, illetve veretök mi is a különbség, ilyen szól, hogy ez egy lotion, ez meg egy ilyen durvább krém, ez is ugyanaz a fajta CeraVe
krém, amit az ilyen bőr, illetve ilyen típusú bőrre fejlesztettek ki. Lehet, hogy ez majd egyel erősebb lesz, mert ez egy ilyen nehezebb textúrájú sztori, viszont amíg azt nem használom el, és amíg ezt nem használom el, addig ezt nem szeretném elkezdeni. De mondom, még belinkelek pár dolgot így az infoboxban, amit így másonnal hallottam, hogy ajánlják. Viszont mindenképpen fontos, hogy miután kémiai hámlasztottál valamilyen testápoló hidratálót, ami ugye javasoltan a kezedre van, tehát ezt mindenképpen használd. Van Instagramon egy kedvenc felhasználóm, és szerintem, hogyha megmondom, hogy ki, és rákerestek, akkor teljesen ki fogtok akadni, de hogy ez egy ilyen rossz tulajdonságom, vagy szerintem ez ilyen abnormalitásom. Van ilyen szó, hogy abnormalitás? Na mindegy, szóval valami elkattant bennem. Van egy olyan felhasználó, Dr. Sandra Lee-nek, hogy Dr. Pimple Pooper, és valamelyik csatornán megy, na mindegy, bőrgyógyász, és én elég, nem megyek bele, keresetek rá Instagramon, hogy érdekel, de ilyen elég durva eseteket kezel. Nem is ez a lényeg, nem is értem, hogy miért mondom ezt. Tehát, ő javasolta még videóiban, illetve posztjaiban a keratozis pilarisra, hogy miután megvolt mondjuk egy glikolsavas kémiai hámlasztás, a seavaj nagyon jól reagál a keratozis pilarisra, és nagyon sokat segít rajta. Tehát, hogyha mondjuk nincs nálad otthon ilyen CeraVe-s, vagy Paula's Choice-os krém, vagy bármi más, akkor én van, vagy egyébként ugye nekem is van, de van, hogy skippelem ezt a részt, és a savazás után ezzel a seavajjal kenem be a felkaromat. Ez egy teljesen egyszerű mezei seavaj, meg mondom őszintén, hogy én az ilyen nagyon naturkozmetikumokban és az ilyen nagyon mindenmentes dolgokban annyira nem hiszek, mert néha kell, hogy benne legyen, na, a káros hatóanyag, most ez csúnyán hangzik, de értitek, hogy mire gondolok. Viszont a seavajat imádom, tehát hogy estére az arcomra is kenem, reggelre olyan baba bőröm van, mint az állat. Imádom, nagyon szeretem, nagyon jó áron van, sokáig elég, és azt tapasztaltam, hogy ezt is ugye rákenem a bőrömre, mondjuk este a felkaromra, sokkal szebb lesz reggelre. Na és akkor jöjjön még egy utolsó tipp, amit azért csak tipp és nem ilyen teljes körülírás, mert annyira nem használtam még. Ezek ilyen kis nedves törlőkendők, és ezek is szalicilsavasak, 2%-osak. Ezt is láttam videóban, meg posztban, már nem is tudom pontosan kinél, de megvettem, és használtam őket, csak nem akartam már ennyire kigyilkolni a bőrömet, tehát ezt még így konkrétan nem építettem be a kar kezelési rutinomban, vagy rutinomba, de ezt is nagyon sok helyen láttam, hogy ajánlják. Ezt is az internetről rendeltem, mint egyébként szerintem mindent, amit most itt láthattatok. És ilyen kis előre, ilyen savval átitatott korongok vannak benne. Van, hogyha mondjuk ezt este ugye megcsinálom, amit korábban mondtam, akkor napközben egy ilyet használok, hogy még így ráerősítsek a hatására a dolgoknak. Tehát, hogyha én ezeket a korábban felsorolt dolgokat, vagy folyamatokat minél gyakrabban, vagy amilyen gyakran csak tudom véghez viszem, akkor nagyon durván látványos az eredmény, viszont amint mondjuk kihagyok egy hetet, akkor látom, hogy így szépen kezd visszajönni kezdenek visszajönni a bőrhibák. Még fontos ezt egyébként elmondanom, hogy azzal, hogy keratosis pilarisod van, nem kell félned semmi olyan, tehát hogy ennek nincsen semmilyen orvosi velejárója, már mint betegség, semmi. Ez igazából egy esztétikai probléma, ami valószínűleg arra is utal, hogy mondjuk a bélrendszeredbe, az egészség vagy immunrendszeredbe van valami kis gigszer, és ezért mondtam a videó elején, hogy mindenképpen menjetek el, konzultáljatok bőrgyógyásszal, endokrinológussal, gasztroenterológussal, mindenkivel, valamint arról is, hogy nektek melyik ható anyagok lesznek a megfelelők. Ezek mellett, hogyha kivizsgáltattad magad, én nagyon javaslom a probiotikumok használatát. Szerintem azt annyira nem szokták népszerűsíteni, meg a probiotikum nagyon sok embernek csak akkor ugrik be, hogyha valamilyen antibiotikum készítményt használ, és különben nem. Megmondom őszintén, hogy én már régóta szedek probiotikumot, és mindig, amikor rendesen odafigyelek, akkor nagyon jó a közérzetem, és sokkal másabb, sokkal jobban érzem magam, mint amikor mondjuk elfelejtem bevenni őket, és kihagyok egy-két hetet, szóval ezt mindenképpen javaslom, nagyon sok folyadékot fogyasztatok. És még egy plusz tipp, vagy másfél plusz tipp,
ami hát lehet, hogy kicsit fura, de hogyha megfigyeltétek, akkor a keratosis pilaris nyáron mindig szebb. Egyrészt barnább vagy, másrészt a nap számomra jótékony hatással van rá. Van, akinek belobbantja egy picit, de a többség azért azt gondolom, hogy mellettem van, vagy az én típusom. Tehát minél többet napoz, mert akkor sokkal kevésbé látszik. Ugye télen, amikor szárazabb a bőröd, meg a levegő, akkor sokkal jobban előjön, meg feltűnik ez a bőrbetegség, vagy tünet, ugye főleg a fehér karokon. És hát most meg fogtok ölni. Biztos, hogy megöltök, de a szolárium is segít, sajnos. Ne menjetek szoliba, én is sokkal kevesebbet megyek most már, főleg most karantén alatt ugye egyáltalán nem, de sajnos a szolárium tényleg segíti a keratosis pilariszt, mondom én. Tehát van olyan, erről is olvastam, hogy tilos keratosis pilarisszal szoláriumba menni, mert belobbantja, pirosabb lesz. Lehet, hogy van ilyen, lehet, hogy neked belobbantja, nekem nagyon sokat segít. Tehát amikor én nagyon rosszul éreztem magam ettől, akkor egy picit elmentem szoláriumba, ami tudom, nagyon egészségtelen, nem szabad gyakran menni, csak 18 éven felülieknek megfelelő védelemmel, de ezt fontosnak tartottam elmondani, mert basszus, ez is a véleményem, meg tapasztalatom. Na. Ennyi lett volna ez a videó mára, remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Lehet, hogy sokatoknak uncsi volt ez a videó, de azt gondolom, hogy nagyon sok ember, bár nem is mondja, mert ciki problémának gondolja, nem tud mit kezdeni a helyzettel, és nem tudja, hogyan induljon el, én pedig most nekik szerettem volna ezzel segíteni. Szóval remélem, hogy tudtam is. Az infoboxban leírok mindenféle terméket, vagy belinkelek, amiket használtam, meg amit én még javaslok, vagy hallottam, hogy mások javasolják. Valamint léci kommentben írjátok meg, hogyha nektek van valami tuti otthon bevált házi praktikátok, vagy valami termék, amit nagyon ajánlanátok, vagy bármilyen hozzáfűzni valótok van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, léci, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és hogyha nem iratkoztatok fel még a csatornára, és érdekelnek ilyen témák, akkor iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb.